Armageddon, egy lépésre a világ végétől. A sárkány halála, amikor Japán elsüllyed, teremtett világok. Szakrális civilizációk válasza. A turulmadár legendája, történelmi igazságok. Galaktikus diplomácia, csillagközi szövetség vagy űrháború. Mennybe menetelek és mennybe vitelek. Krisztus felemelkedése, a maják és a sors kereke. Naptár a teremtés idejéből. Mózes tüzes részkígyója, mágus párbaj a fáraói udvarban. A vudu királynője, boszorkánypapnő és vagy maffia vezér. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin decemberi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőit, Szűcs Róberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok. Folytatjuk a múltkori témát, kérem szépen, a magyarság 20.000 éves történetét. Hát akkor... Úgy érzed, hogy itt van már valóban? Hát én a gondolatrezonanciával, hogyha foglalkozom, akkor én már éreztem ilyesmit. A téridő már... ilyen hullámzásai, igen, hogy feltűnt a bácsi Bogi. Jó. És ezeket a ilyen szoláris hangokat is hallottam. Szóval, mint hogyha Delfinekkel kérdezze meg kezel orvosát, gyógyszerészét. Jó. Na akkor... Tessék! Megjött! Boglárka, sok szeretettel köszöntünk! Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és benneteket is! Nézd meg egyébként, bocsánat, a téridőbe, mert én is onnan jöttem, meg kell valamit, nézd meg, ott nagyon idő volt, nézzél rá Gáborra! Ő valami téli tájról jött, Hyperborea, vagy valahonnan, valahonnan északról. Igen, valahonnan a sztyeppékről, valahonnan a körbenéztél, megnézted őseinket valahol Közép-Ázsiában. De tudod miért? Mert hogyha itt a magyarság történetéről beszélünk, akkor mindig szóba jönnek a medvék, jól mondom? És medvetor, és egyáltalán a medvékkel kapcsolatos hiedelmek, csak én összekevertem az ittenieket a jegesmedvékkel. Én ezt legközelebb nem javasolnám neked, mert a jegesmedve eléggé brutális húsevő lény, és a... Meg ott vannak szép nagy barna medvék is arra Szibériában, tehát azok nem túl barátságosak. Igen, de én azért választottam el, grizzly azért az inkább az még Amerikában még. Jó, hát akkor... Nekem is az érzésem, hogy a Dombi valamilyen finnugor területről jött. Szerintem ő jött onnan, ahonnan, a hivatalos tudomány származtat minket. Van benne valami finnugor, nem? Ugye? De nem. Én megmondom. És mi jöttünk onnan, ahonnan valóban származunk, igen, a mesés keletről. Igen, de akkor most már rögtön a műsor elején elmondom, hogy Körösi Csoma Sándorral értek egyet, aki azt mondta, hogy az életben nem létezett finnugor magyar rokonság. Kész. Ezt rajta kívül még elég sokan. És meg nagyon sokan. Nekem most csak ő jutott. Nyugaton, mint egy az előző adásban elmondtuk, nyugaton szószoros értében nevetségesnek tartják. Tehát, hogy jut eszébe ilyen, és hagy utaljak arra, bocsánat, csak visszautalás az előzőre, hogy a semmifajta genetikai markert nem találtak. Tehát nincs semmifajta bizonyíték. Nagyon jól elmondtatta az előző adásban múlt héten, hogy igen, most már megvannak azok a technológiák, DNS vizsgálatot tudnak csinálni, itt van a 21. századi technológia, megnézik, és azt mondják, hogy valóban vannak bizonyos ilyen nyelvi kapcsolódások, de ez viszont ugyanaz lehet, amit elmondtam, hogy igen, lehet, hogy őseink valamelyik csoportja eljutott oda, lehet, hogy ott átvettek bizonyos ilyen nyelvi dolgokat, de semmifajta genetikai kapcsolat nincs. Tehát vannak bizonyos szavak, amik valóban onnan eredeztethetők, nincsen semmifajta genetikai nyoma. Ennek ellenére, hogy a tudomány is, nem csak az olyan alternatív kutatók, mint Bogi, bemutatták ezt, ennek ellenére ezt ugyanúgy semmibe veszik, ellentétben a nyugati idézőjelbe kollégáikkal, akik meg azt mondják, hogy gyerekek, nem kell a múltotok. Az a múlt, ami egyáltalán semmi köze nincs az, amit nektek az iskába tanítatok. Szkeptikus azt mondják, hogy hát nem. És a hivatalos tudomány is ezzel az állásponton. Igen, és amikor teljes mértékben ez a kórkép, vagy ez a diagnózis, amit itt elmondtál, mert ez tényleg egy kórkép, ez tökéletesen igaz, és az a drámai, vagy az a döbbenetes, hogy ez 200 évvel ezelőtt is így volt. Tehát az 1700-as, 1800-as évektől kezdve ugyanezt látjuk, hogy a nyugati kutatók felismerik a sumer magyar rokonságot, felismerik a szkíta magyar azonosságot, nekik például, hogy a hunok és a magyarok egy és ugyanaz a nép, elemi dolog, hiszen Hungária, stb. Ja. És csak itt ragaszkodnak hozzá, hogy a hunok és a magyarok nem rokonok, meg a többiek, és ez a finnugor ideológiához is, és a nyugati kutatók már akkor sem értették, hogy a magyar tudósoknak miért nem kell az a dicső múlt, ami a magyarság számára egy
ha lehet így mondani, egy olyan ajándék, hogy nekünk ezért nem kell kaparni, mert nagyon sok népnél lehet látni, hogy tényleg fanatikusan igyekeznek maguknak a múltat megszépíteni, dicsővé tenni. A magyarságét nem kell szépíteni, csak az a döbbenetes, és ezt nem értik nyugaton, hogy miért van az, hogy a világon minden nép inkább szépíteni próbálja a múltját, és nem értik, hogy a magyarok meg a meglévő múltjukat is megtagadják. Ha, és jó, ugye jó. Ezt egyébként nem így szokták van. Érteni, igen. Hogy miért van az, hogy máshol, ha csak ilyen pici dicsőséget találnak, na, akkor abból az állami propaganda fúj ekkorát, és hogyha találnak csúnya vagy negatív dolgokat, akkor azt elhallgatják. Míg nem értik, hogy a magyaroknál miért van az, hogyha végre találnak valami negatívumot, azt fújják fel, igen, hatalmasra, és a pozitív dolgot meg dugják el, hogy azt senki ne is tudja, és nagyon durva, de a nyugatiak, tényleg én voltam konferenciákon, és szó szerint azt mondják, hogy megbolondultak a magyar bolondok? Nem értik, hogy itt mi a ráció? Öngyűlöletben szenvednek? Vagy direkt utálják magukat? És nagyon, hát talán elég... Szóval itt bejön a háttérhatalom meg az új, igen, világrend a képbe, de hát nem tudják, hogy itt az a helyzet, hogy a magyarság múltjának a megtagadása mögött egy célzatosság van, egy szándék van, egy konkrét törekvés van, és itt egyértelműen nyomon lehet érni, tetten lehet érni a háttérhatalmi köröket, mégpedig már az 1800-as évektől kezdve jól lehetett látni, hogy ugyanúgy a háttérhatalmi körök indították el az első finnugristákat, ahogy a most is ezek a körök állnak a finnugor lobby egyébként mögött. Egyébként csak így mellékesen jut eszembe, az egyik olasz politikai pártnak volt az a szlogenje, és erre reflektálnék, amit mondtál, hogy az volt a szlogenjük, hogy nagy múlt áll a mi jövőnkben. És ez azt hiszem nagyon jó. A másik pedig ez a bizonyos megkülönböztetés nyelvészetileg. Szóval ezt az ember mindig egy kicsit kételkedve fogadja, hogy azért, mert a finneknél a hal az hal, és akkor elsorolják azokat a szavakat, amelyek olyanok, mint a finneknél, vagy a finnugor nyelv. Hát nem akarom megelőzni itt a többit, de hát akkor ilyet mindenhol a törököknél is találunk, a svédeknél is találunk, mindenhol olyan szavakat, amik hasonlítanak a magyarokra, a svédül a láda lóda, a lámpa lámpa, és akkor még lehetne sorolni. Ja, mindenféle, kevesen tudják azt igazából, hogy maga például ez a finnugor elmélet, mert erről majd kitérünk, de lehet már előre is beszélni róla, hogy a finnugor elmélet gyakorlatilag a 18. században kezdődött, pontosabban van egy ilyen konkrét dátum, 1769-ben, amikor volt egy nevezetes csillagászati esemény, hogy a Vénusz átvonult a nap előtt, és éppen ezért elhatározták, hogy különböző vizsgálatokat csinálnak, mert ugye a Vénusznak a távolságát már kiszámították, és úgy gondolták, hogy ilyen háromszögelési módszerrel meg lehet majd állapítani a napnak a távolságát, mert azt viszont nem tudták. És éppen ezért, ha jól tudom, 7. keresztély volt a Dánia, igen, meg a Norvégiának a királya, ő meghívta az akkor nagyon híres Helmiksa nevezetű, igen, csillagászt, és azzal most úgy puskázok, mert a Boginak az egyik írása, mint az szerepelt volna, hogy ő jezsuita szerzetes volt. Magával vitte Sajnovics Ignács, vagy István János, bocsánat, Sajnovics Jánost, aki ott Lapföldön, mert ők fölmentek a legészakibb részre, hogy onnan figyeljék meg a Vénusz, és ő hirtelenjében megvilágosodott, és ahelyett, hogy a csillagászattal foglalkozott volna, és megpróbálta volna kiszámítani, hogy mennyire is van a nap, belekezdett abba, hogy húha, hát itt vannak bizonyos olyan kifejezések, hogy hát igen, hát itt, hát már meg is találtam, hát csak ide kellett jönnöm, és már meg is találtam az egészet. Nagyon sok kutató meg van arra győződve. Én magam is osztom, Bogi meg biztos, hogy 100%-ig egyetett vele, ez direkt így volt kitalálva. Persze. Tehát elküldték oda, ott volt, és gyorsan kellett valami, ez a Bogi által oly sokszor leírta a halszagú atyafiság című valami. Tehát el kellett venni a magyaroktól azt a tüzes múltat, azt az ősiséget, azt a szakrális múltat, és helyette bele kellett egy ilyen, tényleg ilyen langyvíz, te vagy nem tudom, valamit belenyomni az embereket, és ha jobban utána gondolsz, nálunk maga a himnusz is. A himnusz is egy ilyen, nem akarom bántani, mert egy nagyon-nagyon fontos dolog, de annyira végtől szomorú. Na persze. Egy kiábrándító, nem olyan, valaki meghallja a francia himnuszt, ilyen hihetetlen, vehemensen, még a szovjet, vagy orosz. Igen. Hát ugyanez. Nálunk pedig egy olyan valaki, hogy az ember tényleg azt mondja, hogy na jó, akkor hol sírjénk, domborulnak, és már el is ástam magamat, hogy de ezt tudatosan erőltették ránk. Jó, hát ezt a nézetet, hogy az emberekben ez legyen benne, hogy elvegyék tőlük, és ezt nagyon sokan megfogalmazták, ahhoz,
hogy egy népet a jövőbe semmisét tegyünk, ahhoz egy dolgot kell csinálni, el kell venni a múltját. Pontosan elvenni a múltját, egyébként megyünk mindjárt tovább. Teljes mértékben jól mondod. Itt igazából tényleg arról van szó, hogy a magyar szabadságharcokat, egyáltalán a magyar függetlenségi törekvéseket, ugye itt egy Habsburg uralom alatt álló Magyarországról beszélünk, amióta itt ugye Mátyás király óta tulajdonképpen nem voltunk függetlenek, de a függetlenségi, tehát Mátyás halála óta, de a függetlenségi törekvéseink mögött mindig egyfajta, ha lehet így mondani, ideológiai motorként, ott volt a szkíta öntudat. Tehát majdnem minden függetlenségi háború gondolata, ideológiája mögött mindig ott látjuk ezt, hogy mert büszke szkíták vagyunk, mert szabad szkíták vagyunk, mert Attila népe vagyunk, mert Nimród népe vagyunk. És nyilvánvalóan a Mária Terézia kormányzatának, konkrétan titkosszolgálatának, amelyet ebben az időben a jezsuiták alkottak, itt jön be a képbe, hogy miért volt jezsuita, a Hell és a Sajnovics is. Nyilvánvalóan Mária Terézia kormánypolitikájának pontosan a független magyar függetlenségi törekvések megelőzésére nagyon jól jött, hogy innentől kezdve erre, hogy mert mi büszke szkíták vagyunk, akik szabadságot szeretünk és nem akarunk rabságban élni, többé ne tudjanak hivatkozni. Ráadásul olyan népeket választottak nekünk rokonoknak, akiknek ebben az időben nem volt önálló államuk, hiszen a cári birodalomon belül még autonómiájuk se volt. Innentől kezdve mondják is, hogy a Habsburg politikusok tudtak azzal érvelni, ha valamelyik magyarnak eszébe jutott volna, hogy elszakadni a Habsburg birodalomtól, azt tudták mondani, hogy de gyerekek, hát a rokonaitok is tök jól megvannak saját állam nélkül a cár birodalmán belül, akkor nektek minek itt saját állam? Na most akkor én erre még ráteszek egy lapáttal, mert azt mondja, és azt írta Kiszeli István annak idején, hogy az őstörténetünket 1821-ben találták ki, és azért mondom, hogy ráteszek még egy lapáttal, mert erről a múltkor már úgy szörmentén említést tettünk, de most akkor mondjuk meg, hogy a finnek már 2003-ban átírták a tankönyveiket, és akkor ők azt mondták, és ennek direkt utána néztem, hogy eddig az volt, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk, már a kiderült barátság van, de genetikai rokonság nincs. De ez egyértelmű. Muszáj az első összeállítást megnézni, kicsit visszamegyünk. Muszáj? Nagyon kell? Igen, hát én szeretném, hogyha mindent meg tudnánk mutatni, és nem csak beszélnénk. Menjünk vissza a Hunokig. A Hun belháború szorosan kötődik Wang Zhaoqun beházasításához. Hu Hanyének és Wang Zhaoqunnek egy közös fiúgyermeke született. Hu Hanye Shanyu szerette volna, ha utána fia követi a trónon. Mivel Wang Zhaoqun-től származó fia a legfiatalabb volt, előtte négy bátyja állt. Ezért Hu Hanye a szokásjoggal ellentétben úgy végrendelkezett, hogy a trón mindig a fiaira szálljon, az idősebbről a fiatalabbra. Tehát az idősebb fia ne adja át a trónt saját fiának, hanem öccsét jelölje meg örökösül. Ez abban az időben nagyon egyedülálló módszer volt. Csak így kerülhetett volna Wang Zhaoqun fia hatalomra. Az idősebb testvérek így is tettek. A negyedik testvér a trónt a saját fiának akarta továbbadni, nem az öccsének. Ez természetszerűleg két részre szakította a hunokat. Egyik részük támogatta Wang Zhaoqun fiát, a másik része a bátyját pártfogolta. A bátyot támogatók megölték Wang Zhaoqun fiát, amit az ellentábor nem akadályozott meg. A családi belviszály örökre ketté szakította a hun népet. Így északi és déli ágra váltak szét, és véres háborúkat vívtak egymással. A déli hunokat segítette a Han dinasztia. A Han dinasztia támogatta a déli hunokat, így aztán a déli hunok hadereje jelentősen megerősödött. Voltak élelmiszerkészleteik, logisztikájuk és minden a háború viseléséhez szükséges eszköz rendelkezésükre állt. Röviden tehát az északi hunok így már nem győzhettek a déliek felett, és végül vesztettek is. Az északi hunok egy része elhagyta a hun őshazát. A déli hunok még délebre húzódnak, és beolvadnak a hánok közé. Mégis, tehát a hunok szempontjában ez egy pozitív dolog, mert hogy a végén csak eltűnnek. Végül is a hunok szempontjából ez egy jó megoldás volt.
Békés együttélés mellett lehet fejlődni. Egyenlőségben. Akár egy család. Ez bizony kiváló. Mi végül is abban a logikában nőttünk föl, hogy jó döntés volt innen elmenni, hiszen akkor mi nem lennénk magyarok. Mert akkor itt maradt volna mindenki, és itt már asszimilálódtuk volna. Tehát a mai magyar gondolkodás, a vezető réteg, az azt mondja, hogy hát, ha most ezt így konkrétan veszik, hogy helyes döntés volt, hiszen akkor már nem is lennénk magyarok. Ami pedig nekünk úgy gondoljuk, hogy jó. Lehet, hogy filozófiailag most mindegy, de úgy gondoljuk, nekünk jó. Ez pontosan így van. Ez egy filozófiai kérdés. Kínai nyelven ezt úgy lehet megfogalmazni, hogy a fát, ha elmozdítod, elpusztul. Ha egy fát elviszel egy másik helyre, akkor ott valószínűleg kipusztul. Az ember, ha elköltözik, tovább él. Sőt, ha megváltoztatja az élőhelyét, akkor ott lehet, hogy még jobban fog élni. A kínai mondás szerint a négy tenger felé mind lehet az otthonod. Tehát a hunok egy része keresett egy számukra kedvezőbb életet kínáló környezetet. Ez jó, igenis jó döntés volt. Igenis jó döntés volt, ez hangzott el, és hogyha a kínaiak szóba kerülnek, akkor nagyon sokszor elmondjuk azt is, és mások is, hogy nagyon okos gondolataik vannak. És itt körülbelül azt mondta ez a drága jó ember, hogyha egy fát elmozdítunk, vagy áthelyezünk, akkor az elpusztul, de hogyha megváltoztatja az ember az élőhelyét, vagy pedig elköltözik, akkor lehet, hogy még jobban magára talán, és még jobban is él, és amivel itt nagyjából záródott ez a dolog, hogy itt nem csak arról van szó, hogy jövünk, megyünk, hanem hogy ez filozófiai kérdés. Az? Igen, egyértelműen az, és tényleg nagyon érdekes volt ebben a bejátszásban az, hogy rávilágított, hogy a kínaiak tisztában vannak ezzel a bizonyos turáni népi egységgel. És itt valóban, ahogyan beszélgettünk, és láttuk a bejátszást is, egyértelműen kiderül az, hogyha valaki elutazik Kínába, a helyi lakosság tisztában van azzal, hogy a magyarok számukra valamilyen ősi rokon népet jelentenek. Csak itt az az érdekes, hogy ha Japánba utazunk, ott ugyanezt mondják, ha Törökországba utazunk, a törökök olyan barátsággal fogadják a magyarokat, és mind azért, mert hát testvér. De ugyanezt mondják az írek, ugyanezt mondják a baszkok, ugyanezt mondják, én nem voltam ott, de ismerőseim, hogy Grúziában, a grúzoknak ilyen elemi dolog, hogy igen. Jaj, hát a magyarok, hát persze a testvér. Én itt élő kurdokkal, Budapesten élő kurdokkal beszélgettem egyszer fiatalon, még 21-22 éves koromban, vallástörténeti kutatás céljából, és sose felejtem el, hogy a kurdok első mondata az volt, hogy de hát mi is Nimród népe vagyunk, ahogy ti is, tehát testvérek vagyunk. Na most felmerül a kérdés, akkor ennyi testvérnép van, és érdekes a finnek kivétel, ők biztos, hogy nem fogják ezt mondani, ők nem, biztos, nem. Hogy nem. Sőt, szintén személyes élmény, amikor egyszer egy konferencián egy finn kollégának, valláskutató kollégának viccesen említettem, hogy nálunk ez a rokonság elmélet van, akkor nevetett, és így hát így magára mutatott, hogy hát ne haragudj, nézd meg engem, és nézzél te is a tükörbe, és akkor én tényleg így belenéztem, hogy ő 2 méter magas, jégkék szemű, hófehér bőrű, lenszőke hajú, én meg a kis sötét hajú magyar. Hát a magas szőke odaátról. Tehát igen. Oda föntről. Na most tény és való, hogy tehát a finnek tisztában vannak ennek a rokonításnak a furcsaságával, abszurditásával, ha más nem az alaki különbségre gondolnak, hogy hát ők úgy néznek ki, mint a skandinávok, igen, mint a svédek. Egyébként, ha már itt említetted még a bejátszás előtt azt, hogy maguk a finnek már azt mondják 2003 óta, hogy megcáfolták a finn-magyar rokonságot, helyette viszont mit mondanak, azt hozták be, és most az van a finn tankönyvekben, hogy ők ősgermánok, legközelebbi rokonaik a svédek. És ezt a genetika is alátámasztja, és a nyelvészet is. Tehát a finnek germánok, a svédek és a norvégek rokonai, ezzel senkinek nem árulnak el szerintem minden nagy dolgot, mondják, is a dánok is. De nekünk igen, mert itt nálunk ezt nem tanítják. Nálunk nem, de aki életében volt skandinávia, vagy látott életében finn embert, hát finn... Gábor volt?
Egy az egyben úgy néznek ki, mint a svédek. Ugyanolyanak az ételeik, a népdalaik, minden. A népviselete, mintha a svédnek lenne egy verziója. Így tehát van. Ezt én magam is mindig is így gondoltam. És nyelvileg is mindenhol ki van írva. Igen, tehát egyértelműen a skandináv rokonságban ki van írva, és majdnem ugyanaz. Így. Na most felmerül a kérdés, hogy akkor nyilván ők nem, de hogy akkor a grúzok, a törökök, a kínaiak, a japánok, hogy akkor ez a sok-sok-sok-sok nép mind azt mondja, hogy testvérek vagyunk, és igen, mert ezeknek a népeknek mind megvan egy közös vonásuk, mint turáni. Az összes. Igen. Az összes. A kínai magas kultúrát turániak alapították. Tehát az, hogy a kínaiak minket rokonnak tudnak, az innen való. A japánok szintén turániak. A törökök nevében is ott van, mert a türk, az azt jelenti, hogy turáni, a túr szóból származik. Tehát az általunk fel, az összes olyan nép, ha megnézzük, akik ma azt mondják, hogy magyar vagy, igen, rokon vagy, testvér vagy. Csak olyan népek mondják ezt, akik a turáni családban és tartoznak. És akkor még a nézők azt mondanák, beleértve hogy... az íreket is, mert ők is turániak, igen. Nem germánok, igen. És nem. A nyelvük kelta, de antropológiailag turániak. Szóval mielőtt még minket érne a vád, hogy egyet kihagyunk, és a turániátok. Hát igen, a turániátok. Ez mondjuk egy másik téma lehetne. Tudom, csak ez jutott. Nyilván erről sokat lehetne beszélni, hogy mi is az a turániátok. Ugye hát a általános elképzelés vagy hagyomány szerint azt szokták mondani, hogy amiért István király elpártolt az ősi istenektől, azóta átok súlyt minket, és hogy ez az ősi istenek bosszúja a kereszténység felvétele miatt, de ennek is van egy sokkal régibb verziója ennek a mítosznak, egy mezopotámiai hagyományra vezethető ez. Jó, is hát vissza. Ez egy másik műsornak a tárgya. Romival megígérjük, hogy ilyennel is fogunk még foglalkozni. Jó. Na most, ami most következik, én hogyha azt mondom, hogy hunzák, akkor nem biztos, hogy mindenki tudja, sőt biztos vagyok, hogy... Hogy hol van ez a terület, egyáltalán hol van a terület, mekkora, és egyáltalán hunzáknak hívják-e őket, vagy ők a saját nyelvükön másnak. De hát szóval kik is azok a hunzák? Maradjunk ennél. Hunza az Afganisztán, Pakisztán és Kína hármas határának vidékén terül el, kietlen 7-8 ezer méteres hegyek között, egy amfiteátrum-szerűen elzárt völgyrendszerben. Az indiai források egyébként a hunokat Hunna néven említik, ami megmagyarázhatja e nép és terület mai elnevezését is. A kínai évkönyvek, a belső ázsiai szogdi nyelvi források, az indiai szanszkrit irodalom, a bizánci görög iratok és a római latin források is mind-mind egymástól függetlenül hunoknak, Hunnunak, Hunnunak, Hunninak, Hunnáknak nevezik őket, tehát nagyon valószínű, hogy a nép belső elnevezése is a Hun, vagy ehhez nagyon hasonló hangalakú, egy vagy két szótagú szó lehetett. Több hun pénzen is a király megnevezése mellett a Heftalita dinasztia név látható görög betűkkel, ami a korábbi baktriai görög városállamok Nagy Sándorra visszanyúló kulturális hatására utal, azonban csak a fehér hunok uralkodó dinasztiájának a neve. Hunszó számos földrajzi és népnévben is fennmaradt az északi hegyek vidékein. A hódító hunok lélek számáról azonban vajmi keveset tudunk, hiszen mint a legtöbb sztyeppei birodalom esetében meg annyi behódolt nép harcolt az ő oldalukon is. A nép és birodalom színek szerinti felosztása pedig már akkor sem volt ismeretlen a sztyeppei népeknél, és a hunok után is többször találkozunk hasonlóval, például a mongolok vagy a kirgizek esetében. Tulipános faragásaik, a hunzarcok, a csodaszarvas mítosz belső ázsiai eredetre utal.
Az az igazság, hogy tulajdonképpen én az arcokat figyeltem. Mert akárhogy is nézem itt az idősebbeket, meg a gyerekeket is, pontosan ugyanolyan, mint hogyha itt elmennénk és körülnéznénk, akár a Dunántúlon, akárhol. Ezek magyar arcok voltak. Magyar vonása, így van. Magyar vonásaik voltak, ugye? Így igaz. Egyértelműen én is figyeltem őket, és pont ez jutott eszembe, hogy különösen az idős urakat, ahogyan néztem, igen, és pont így belegondoltam, hogy akármelyik alföldi parasztbácsi, vagy akár székely idős úr is lehetne. Nem vagyok képzett antropológus, de annyi is fogalmam van a dologról, hogy az ős magyar arctípus, az pontosan ez a hosszúkás arc, mint amit itt is láthattunk, hogy nem egy ilyen kerekded, hanem ez a hosszabb típusú, és tényleg az olyan tömbökben, mint amilyen Székelyföld, Erdély, ahol nem keveredtek senkivel, tehát más népekkel, nagyon jellemző ez a hosszúkás arctípus, és itt pontosan ilyeneket lehetett látni, ez a turáni arc. Tehát ezek az emberek, igen, jól látszik, hogy hiába mongoloid közegben élnek, nem mongoloidok, hiszen náluk nem jellemző a hosszúkás arc, hanem ekte turániak, tehát szintiszta módon mutatják ezeket a turáni vonásokat. Ennek a mai műsornak az volt az alcíme, hogy a magyarság 20 ezer éves történelme, immáron a második, mert ugye a múlt héten is ezzel foglalkoztunk, és azt hiszem, hogy az elején én nem mondtam el, hogy mi a főcím, tehát az, hogy szkíta fáraók kora. Most nagyon sok mindenről beszéltünk, de a szkíta fáraókról még nem, úgyhogy azt hiszem, Dia, hogy Bogi, tiéd a szó. Látod már megint? Igen. A Dia nem tud válaszolni, csak a Bogi. Helyette válaszol most majd Bogi. Ha már a műsor címe Szkíta fáraók, akkor valóban beszéljünk a szkíta fáraókról is. Na. Hát most eleve kezdjük ott, egyiptomi magyar rokonság, sokan emlegetik ezt is. Ahogyan bekerült a köztudatba a sumer magyar rokonság, bekerült az egyiptomi magyar rokonság is a köztudatba. Badiniós Ferenc, Bobulaida, Barát Tibor, mások is sokat tettek ezért, hogy ez is bejöjjön, hogy és az egyiptomiak is rokonaink, valóban igaz ez? Jó a kérdés. Nehéz a kérdés. Ha mélyebbre hatolunk a dologban, akkor nagyon-nagyon sok átfedést látunk. Nehezebb megmondani, hogy ez egy ugyanolyan egyenesági rokonsága, mint a sumerekkel, vagy pedig az a bizonyos unokatestvéri, mellékági testvéri. Tehát nem lehet tudni, hogy milyen fokú a rokonság, de hogy van rokonság, az biztos. Azt sem lehet igazán megállapítani, hogy ez most inkább egy kultúrtörténeti rokonság, nyelvi rokonság, antropológiai rokonság. Valláskutató vagyok, tehát nyilván nem a nyelvészek dolgában nem akarok bele kotyogni, vagy kontárkodni, de mítoszkutatóként azt látom, hogy a kapcsolat egyértelműen igazolható, ha csak ilyen apróságra gondolunk, mint a sólyom kultusz, a horusz sólyom, illetve a magyar turul kultusz, és hogyha valaki erre azt mondja, hogy jaj, hát ez most hú, de nagy bizonyíték, sólyom, igen, ám csak, hogy a sólyom neve az az ősi magyar nyelvben hór, és bizony, hór, azaz hórusz, és ami még tényleg így érdekes, hogy volt egy magyar tisztségviselő, nagyjából a mai igazságügyminiszternek, vagy legfőbb bírának feleltethető meg az ős magyaroknál a horka. És a horka, mint az igazság letéteményese, az igazságnak a igazságügy vezetője a magyaroknál, jelképe a sólyom volt, és a másik, hogy az egyiptomi hórusz, az az igazságosság istene. Tehát ilyen szintű átfedéseket, vagy például a másik, ez talán még közismertebb. Az egyiptomi nemzeti zászló, az ókori fáraói, állami lobogó, vörös-fehér sávos. Árpádsávos. Tulajdonképpen az árpádsávos zászlónak az ősi verzióját az ókori Egyiptomban megtaláljuk, és ez csak csepp a tengerben. Millió más átfedést lehet mondani. Antropológiai átfedések is vannak, tehát már mondták valóban hiteles antropológusok, hogy a mumiák vizsgálata alapján az biztos, hogy nem szemiták. A ma ott élő arab lakossághoz, akik ugye szemiták, antropológiailag nincsen közük, de nem is negroidok, akkor viszont micsodák, kik lehetnek Afrikában, akik nem sémik, nem hámik, nem berberek és nem negroidok. Arra már rájöttek, így mondják, hogy valamilyen szkíta, kaukázusi, turáni, igen, jellegű nép. Tehát megint a szkíta, megint a kaukázusi, megint a turáni. Szkíta fáraók. Tehát alapjában így akkor maga az egyiptomi nép is valamennyire köthető a turániakhoz, de mégis volt egy konkrét olyan invázió, hódítás az ókori Egyiptom történelmében, ahol konkrétan Irán felől érkező nép hódította meg az egyiptomiakat, ez pedig az úgynevezett Hükszosz korszak, ez a második átmeneti kor, olyan Krisztus előtt 1700-as években, amikor tehát már az egyiptomi birodalom, az egyiptomi
egyiptomi fáraói láncolat uh-huh. szépen ment, az egyiptomi kultúra uh-huh. megvolt, de kelet felől, a mai Irán-India területéről, a sztyeppéről uh-huh. egy harcos, ífeszítő, lovasnomád, sztyeppei népcsalád érte el és rohanta le Egyiptomot, akik ugye északon a deltában alapítottak fővárost, és átvették a hatalmat, úgymond beleültek a kézbe, mert Egyiptom épp hanyatlott, jókor jöttek, jó időben voltak, jó helyen, belegondolok, jöttek volna az óbirodalomban, szerintem kipenderítették volna őket, de ugye épp egy kaotizált, anarchisztikus Egyiptomba belépni, az könnyű dolog volt, mindesetre alapítottak egy fővárost, görögösített nyelven Avarisz. Az isz, azt már a görögök tették hozzá, már rekonstruálták az eredeti verziót, hogy hangzott, és azt mondják, Avar volt a város neve, és már azt is tudjuk, hogy hükszoszokként emlegetik ezt a népet, de ez megint egy görög szó. Görög szó, görögös hangzású szó, egyiptomi szóra megy vissza, Heka Hesut, pásztor királyok, na de ők hogy hívták magukat? És kiderült, Avarhun. Kész. Ennyi. Na most akkor megyünk tovább, mielőtt még ismételten visszatérnénk az előbb emlegetett finnugor eredetre, illetve a rokonságra. Engedelmetekkel én a kutatónak körülbelül 8 sorát felolvasom. Azt mondja, hogy olasz kollégájával, kutatóval beszélgetett, és azt mondta az olasz, hogy amit itt lát, az Olaszországban történik, az semmi se olasz, mert mi átvettünk mindent, a föníciaiaktól, a görögöktől, az illírektől, mindenhonnan, itt semmi sem itáliai, itt ülünk az asztalnál, ott a milánói dóm, a gótikát Franciaországból vettük, itt a terítő az első szövést kínaiak végezték, itt a paszta, a tészta, az első tésztát Telekurgesztánban 4000 éve találták fel, ahol önök éltek. És mi van a pizzában? Van tészta, mi lepénytettük, önök behozták a kovászt. Van rajta paradicsom Közép-Amerikából, van rajta sajt, a szarvasmarát, a jót, a kecskét ott háziasították, ahonnan önök származnak. Mi mindent átvettünk. Önök egy sokkal magasabb kultúrából érkeztek, mint amilyen Európa kultúrája. Mire olasz kollégáim szavaira elgondolkoztam, Jézus Mária, hát ez az olasz kutató ismeri a magyar őstörténetet? Ez azért fantasztikusan jó, mert ugye? Én erre megint csak, mint mítoszkutató, azt tudom mondani, hogy a görög mitológiában szerepelnek úgynevezett ilyen kultúrhéroszok, akiknek az a lényege, hogy az emberi civilizációnak a vívmányait ők találták fel, és hogy akkor azt mondják, hogy az egyik az a kőépítészetet, hogy addig csak barlangokban laktak, igen, és akkor jött valaki, aki kitalálta a városépítészetet, de ilyen dolgokra is külön kultúrhérosz van, hogy a sajtkészítés, vagy a méhészet, a méz készítésnek a kultúrhérosza, a kenyér, sör, külön kultúrhérosszal van a szőlészetnek, borászatnak, stb. És ami döbbenetes, és itt kapcsolódunk be, hogy a görög mitológiában az összes ilyen civilizátorra hozzáteszik, hogy és ő szkíta volt. Ő szkíta volt, nem görög, szkíta. És nagyon jól mondja az olasz, hogy valamiért, ha az összes emberi vívmányt megnézzük, a kereket, a naptárat, a téglavetést, a városépítészetet, csillagászatot, obszervatóriumot, minden olasz szálak, Irán, Irak, Mezopotámia, Perzsia. Tehát minden, mintha tényleg az lenne a civilizációnak bölcsője. Ez az ős bölcsője, csak hogy ott az időszámítás előtti második-harmadik századtól vissza 10-20 ezer, 30 ezer évre ugyanazt a turáni népcsaládot találjuk. Igen. Na akkor ugye elmondtunk sok mindent a finnugor eredetről és rokonságról, és azt is ugye a korábbiakban, hogy már minden megcáfolták, nálunk még megvan a hivatalos álláspont, akkor nézzük meg az ide vonatkozó összeállítást. Sajnos ez a gondolatmenet nem, nem valós. Miért nem? Egy hangon mondja a népességtudomány, néprajztudomány, hogy kezdeti körülmények között élő, tehát hadász-halász, népességnél egy kisebb közösség 6-8-10 ember eltartásához 100 négyzetkilométer szükséges. Tehát az a feltevés, hogy kis nép tömören élt, olyan nincs. Ezzel persze alapját veszi az egész vándorlás elmélet is. És fölvetődik a kérdés, hogy lehet a finnugor népek rokonsága. Mert csak azok is csak rokonok, nem azonos nyelvet beszélőnek az
leszármazottjai, mondom én, hanem valamilyen módon megteremtődött, főként az életfontosságú szavakra vonatkozó azonos szókészlet. Az egyes finnugor népek nem származhatják magukat keletről, hanem azt mondják, hogy ők mindig ott éltek, ahol most élnek. Vagy én léptelök egy kicsit délebbre, mert az a jég visszahúzódásával mentek északabbra. Tehát ott éltek, ahol ma élnek. Egymástól elkülönültek. Most feltevésem a következő. A jégkorszak utáni időkben ezen a területen, az észak-orosz erdős terület déli peremén egy hatalmas nagy műveltség terjedt el, az úgynevezett szvidéri műveltség, ez egy lengyel patakról kapta a nevét, ott tárták fel az első nagyobb települést. Ezek a szvidériek délről jöttek, a Mediterráneum közeléből, Dél-Oroszországból, Ukrajna felől, vonultak északra, és elterjedtek Közép-Lengyelországtól az Uralig. Tehát a külön élő finnugor népek alatt véges végig. Na most ezekkel a külön élő népekkel teremtődött meg egy közlekedő nyelv. Külön-külön. Az élet fontosságú szavak, hogy megértsék egymást. Így tehát a finnugorság nem volt kezdetben, hanem lett. Úgyhogy a kölcsönszavak nagyjából ugyanazt a szókészletet ölelték fel, és így alakult ki az egymással kölcsönös, sen egymás nagyjából megértő finnugor népeknek a sorozata. Ez a szvidéri ősnép, ez lett volna talán a magyarságnak a legrégibb megjelenése. És így keletkezett a rokonságnak felfogott, rokonságnak magyarázott közösség a finnugor népekkel. No hát akkor röviden itt vagyunk ismét a finnugorságnál, és nem akarom ismételni magunkat, hogy egyre több helyen nem tartják ezt valószínűnek, és ezt meg is írják. Igen, és a probléma az az ráadásul, hogy a finnugor elmélet képviselői miért nem hajlandóak az elméletüket vitára bocsátani. Igen. Mert én igazából ez abszurd az egészben, és ez nem csak most, hanem már 200 évvel ezelőtt is ugyanígy viselkedtek, de most is, hogy ha van egy elmélet, amit érnek különböző támadások vagy cáfolatok, ugye az alternatív körök részéről, akkor nem az a megoldás, hogy gúnyolódunk, meg fröcsögünk, meg ők tulajdonképpen az alternatív álláspontok ellen normális ellenérvet, tehát tudományosan értékelhető érvet mind a mai napig egyet se tudtak mondani. Az az egyetlen egy érvük, hogy lehülyézik az alternatív kutatókat, meg hogy délibábos, meg hogy tudománytalan, meg hogy radikális, meg hogy soviniszta, meg mit tudom én micsoda, csak egy baj van, hogy ez nem érv. Tehát a tudományos vitában ugye a személyeskedés az nem érv, a tekintélyre való hivatkozás, hogy mit tudom én, mert Sajnovics azt mondta, mert Hunfalvi azt mondta, nem érv, de egy vitában az se érv, hogyha már végképp nem tudok mit mondani, akkor lehülyézem a másik felet. Igen. És az sem érv, hogy nem akarom meghallgatni, befogom a száját. Ezek nem érvek. Tehát itt a finnugor elmélettel nekem ez a fő nagy bajom, hogy akár jó, akár nem. De az az elmélet, amelyet nem engednek vitára bocsátani, az a tudomány szabadságát és egy demokratikus ország demokratikus normáit durván sértik. Azt mondja az egyik kutató, bocsáss meg, ne feled szabad, hogy ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak. Ez egy nagyon jó mondat szerintem. És ez a másik dolog, hogy tényleg ezt a rokonságot megtagadni, és annak idején, ezt azt hiszem már a múlt adásban vagy említettük, vagy csak akartam mondani, és amikor Mária Teréziáról beszéltél, akkor hát valahogy olyan szimpatikusabbnak tűnt, hogy a magyarokat ilyen halászó, vadászó, gyűjtögető emberkéknek ábrázolták. Halszagú, igen, hogy akkor ez olyan milyen nagyon jó. Minden, nálunk 2 évvel ezelőtt kijött néhány ilyen alternatív tankönyv a történelemben, amelyben ezeket az elméleteket, amiről most beszélünk, ezeket belevették.
nem kérték ki előtte, galád módon, miután úgy mondták, hogy ez csak alternatív történet, nem kérték ki a Magyar Tudományos Akadémiának a véleményét. Abban a pillanatban, ahogy megtudták, egy emberként fölhördültek, és hogy lehet ilyen dolgot egy magyar nebuló kezében adni? Hogy lehet ilyen emberiség elleni büntetet elkövetni, hogy ilyenekről akarják meggyőzni? Hozzá kell tennem, az a tankönyv nem akarta meggyőzni, hanem azt mondták az iskolában, hogy kérem szépen, tanulják meg a gyerekek, ugyanúgy, hogy tanulják meg, hogy van egyszer evolúció, meg egyszer van teremtés. Egyszerűen ismerjék meg mind a kettőt. És amire egyébként én nagyon büszke vagyok, hogy van két olyan három nézőnk, kettő néző az történelemtanár, egy néző az magyar tanár, és mindenki az iskolában nézi természetesen ez a műsorunkat, és az iskolában, ha olyan dolgot mondunk el a műsorban, akkor azt megosztja a nebulókkal, és elmondja a történelmi dolgokat, és nem csak feltétlenül a magyarságra vonatkozólag, hanem azt mondja, hogy annyira zárt világ a tankönyvek, annyira szigorúan ragaszkodnak ezeket a dogmákhoz, hogy ő neki úgy érzi, hogy el kell mondani a gyerekeknek, és ő sem akarja ráérőltetni, tehát ne egy megszállott valaki, aki azt mondja, hogy kiáll az osztályért, mindenki ragja a történelmkönyvét, és én elmondom a tutit, hanem azt mondja, hogy gyerekek, ti megtanultátok ezt, de én mondanék nektek, elmesélek nektek egy alternatív lehetőséget. Gondoljátok meg, gondoljátok végig. Magyar tanár, az pedig a nyelvvel kapcsolatban, ezeket, amiket itt a Bogi elmondott, ugyanezeket a dolgokat fölvázolja, és azt mondja, hogy örömmel hallgatja, mindenki így tapad rá és nézi, és mindenki utána viszi haza, és hálát ad nekünk, azt mondja, hogy önöknek egy hihetetlen fontos ez a műsora, mert ilyen értékeket közvetít, amit mi továbbítani tudunk az embereknek, annak ellenére, hogy nem merülnek bele olyan mélységbe, vagy nem olyan dolgokat, de elgondolkodják az embereket, hogy lehetőséget arra, hogy megvizsgáljon egy másik alternatívát. Igen, erre régen azt mondták, bocsáss meg, hogy milyen bátor ez a tanár, aki ezt elmeri mondani, és nem a hivatalos állásponthoz ragaszkodik. Én emlékszem, nagyon csirke riporter koromban, még az úgynevezett átkosban, iskolában forgattunk valamilyen műsort, és történelem, a 6.-7. gyerekek voltak, és a következő kérdés volt, hogy 1848-ról mi jut eszedbe? Mire azt mondta a 6.-7. gyerek, hogy a kommunista kiáltvány. És akkor ránéztünk a tanárra, és mondtuk, hogy tanár úr, kérem, ez komoly, hát ez van a könyvben. És aztán elmentünk onnan. Tényleg akkor volt? Hát akkor volt, tudom, csak hát az évszámos tudom. Mit akartál mondani? Igazából tényleg csak az, hogy nagyon fontos az, amit így a Robi mondott a pár évvel ezelőtt megjelent tankönyv szemszögéből, hogy itt az egész dolognak az lenne a lényege, hogy ugye a tudomány az halad, elméletek mindig vannak, nincs olyan, hogy vége, innentől kezdve ez az elmélet most nem be lezárt valami. Kövülve, és akkor ez olyan, mint a kőtábla, mint egy szentírás, mert mindig változik, mindig többet tudunk a világból, az univerzum végtelen, ezért valószínűleg soha nem fogunk tudni mindent tudni róla, és ezt pont a tudósoknak kellene tudni, hogy nem lehet ezt egy ilyen zárt rendszerként bemutatni. Én is úgy vagyok vele, hogy az lenne a tisztességes a magyarságkutatás szemszögéből, az oktatásban, meg a köztájékoztatásban, médiában, mindenhol, mutassák be a finnugort, mutassák be a nem finnugort, a sumert, a bármilyet, az alternatívat, és egy pluralista társadalom, már pedig a miénkre elvileg, amikor 1989-ben ugye ezt a társadalmat megálmodták, akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha ez egy demokratikus, nyitott szellemiségű társadalom lenne, egy demokratikus, pluralista társadalomban dogmák se a tudományban, se más területen nem lehetnének. Tessék szíves lenni annyira felnőttnek nézni a társadalmat, mert tényleg csak a diktatúrákban jellemző ez, az annyit szidott, elutasított diktatúrákban, hogy kitesznek egy ideológiát, és akkor az, amit mindenki kell fel. De egy demokráciában az lenne a helyes álláspont, hogy kiteszik az összes létező és valamennyire elfogad, vagy normális bizonyítékokkal rendelkező, vagy érvekkel rendelkező magyarság származási elméletet, és mindet meg kellene vitatni, mérni, és lehetőséget adni a diákoknak, hogy ki saját meggyőződése, elképzelése, világképe alapján hadd válasz
dolgozzon, hadd érveljen a sajátja mellett, hadd higgyen a sajátjában, és nem az, hogy egyet kiteszünk, mint kötelező, és az összes többit lesöpörjük az asztalról, már azért is, mert van egy római közmondás a római jogból, audiatur et altera pars, magyarul hallgattassék meg a másik fél is. Na most ezzel gondolom azt is mondod, hogy amennyiben kötelező volt, vagy kötelező sok minden, most maradjunk az evolúciónál, úgy, ahogy a darwinizmust ismertetik, ami nem olyan, azt is ismertetni kéne. Ez lenne a demokratikus, ez lenne a tisztességes hozzáállás. Ez szerintem mindkét oldal tudósainak vagy híveinek ez egy normális és elfogadható álláspont lenne. De a kettős mérce, hogy az egyik oldalon mindent, a másik oldalon meg semmit, ez abszolút egy jogtalan, és ha lehet így mondani, szerintem a normális embernek a jogérzékét sérti. Mert egy nagyon rövid, ilyen banális példa, amit már szerintem talán így is elmondtunk. Egy amerikai otthon, ott van a kertjében a zászlórúd, kimegy reggel, felhúz az amerikai zászlót, és baromi büszke arra, hogy amerikai. Ha itt egy magyarnak van egy ilyen zászlója, akkor a szomszédok azt mondják, hogy ki ez a hülye, mit állítgatott itt, most komolyan. Igen. És hogyha reggelente kimegy és felhúzza a zászlót, akkor ő egy magyarkodó, mit akar ez itt, mit szórakozik itt. Valaki csinált valahol egy ilyen nagy zászlót, vagy kirakott, és közfelháborodás volt, hogy hát mennyire zavaró, hogy ott fújja a szél, és akkor csapkodja a szél. Tehát, hogy önmagában az emberekből ki akarják a hazafiságot, hogy légy egy hazafiság. Uh-huh. Egy amerikai büszke arra, hogy amerikai, magyartól el akarják venni ezt, hogy büszke legyen arra, hogy magyar. Nem kell Amerikába menni, a svéd kapcsolatról már sokszor beszéltünk. Svédország, soha nem felejtem el, a svéd tanulmányaimnak az elején, hogy az volt az első mondat, hogy a Jede Svenskar Harlan Liten Stugá, minden svédnek van egy kis vikendháza, és ott a svéd zászló, amit mindig felhúz. Igen, úgy én is ezt látom, hogy más országokban, tehát valóban az egészséges mértékig vitt nemzettudat, mert ugye természetesen különbséget kell tenni a normális egészséges nemzettudat, illetve a sovinizmus között, mert a kettőt nem szabadna összemosni. Az egészséges nemzettudat ugye nem jár más népek megvetésével, gyűlöletével, de a saját nemzetem iránti elkötelezettséggel, szeretettel jár, és ezt mégis valamiért tendenciózusan évszázadok óta Magyarországon valakik a sovinizmussal megpróbálják egy kaptafalá venni, és akkor mindenki, aki szereti a hazáját, az egyben sovinista is lesz. Ez körülbelül olyan szintű dolog, mintha azt mondanák, hogy ne szeressem az anyukámat, az édesanyámat, mert hogyha szeretem az édesanyámat, az azt jelenti, hogy gyűlölöm mások édesanyját, holott tévedés, tisztelem bárki édesanyját, de nyilvánvalóan mindenkinek a saját édesanyja többet jelent, mint más édesanyja. És még tovább megyek, igazából a többi édesanyát is akkor tudom szívből megtisztelni, ha a sajátomat szeretem. Tehát magyarán az annyira vágyott és idealizált tolerancia és más nemzetek elfogadása pontosan akkor tudna az emberekben tökéletesen megvalósulni, ha engednék a saját nemzet iránti tiszteletet. Mert hogyha ezt lenyomják, akkor annál frusztráltabbak lesznek az emberek, és pont a sovinizmus abból keletkezik, de ha ezt hagynák békén, és nem folytanák el a magyarokban, előbb-utóbb jól lehet látni, mert a magyar alapvetően egy vendégszerető, békés, toleráns nemzet, és hogyha nem piszkálnák őket állandóan ezzel, hogy a nemzeti öntudatot le akarják törni, csorbítani akarják, akkor igenis, hogy a magyarban a más nemzetek elfogadása az nekünk nem kéne az Európai Unió felől tanítani, nem kéne nekünk ebből leckét adni, inkább fordítva mi adhatnánk leckét azoknak, akik gyarmatosítottak, lerohantak más nemzeteket, és a britek ugye a fehér felsőbbrendűséggel Afrikát kirabolták, a magyarok ilyet sosem tettek, ellenben mégis a mi nemzettudatunkat próbálják bizonyos körök csorbítani. És akkor most ebben a pillanatban megnézzük, hogy mit tartogatunk mi még képileg, mert ugye volt egy olyan, és ezt mindenki ismeri, és történelemből is tanultuk, hogy a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, mert ugye ott az állítólagos kalandozások és minden alkalommal ez volt, és a képeken is láttuk, ahogy hátrafordulva és nagyszerűen dolgoztak, de hát ezt mondták oda át arra nyugat felé, de itt az utolsó összeállításnak az a címe, hogy miért kedvel minket a nyugat? Miért nem kedvel? Miért nem kedvel? A hunok egy másik része, akik nem hódoltak be, nem vándoroltak délre. A mai Szincsiángon, a Tien-Sán és az Altáj-hegységeken, valamint a mai Oroszországon keresztül Európába mentek.
Ebből az időszakból körülbelül 200 évről sem a kínai, sem a nyugati forrásokban nem találunk a hunokra vonatkozó feljegyzéseket. Az északi hunok eltűntek. Kétszáz év elteltével a IV. Század közepén a hunok ismét feltűnnek, de már a nyugati történetírásban. Ezek az események nem a kínai történelem részét képezik. A hunok nyugatra érkeztek, ami fennmaradt róluk, az a nyugati feljegyzésekből ismert. Amikor a hunok ismét feltűntek, keleten legyőzték Alániát. Egy időre elfoglalták ezt a területet, aztán tovább haladtak nyugat felé. Majd időszámításunk szerint 374-ben a keleti gótokkal kerültek kapcsolatba, és aztán őket is leverték. Ezáltal a gótok is nyugatra szorulnak. A Dunához érve elérik a Római Birodalmat. Valójában a Római Birodalom ezektől a hunok kiváltotta népvándorlásoktól esett szét. A világtörténelemben az északi hunok nyugatra vonulása valójában erősen hatott sok európai ország politikai berendezkedésére, befolyásolta történelmüket. Jöttek a hunok és leverték őket. Azt kell mondanunk, hogy a nyugatra törő északi hunok az akkori ottani népekhez képest előnyben voltak. Hogy miért? Mert a háborús tapasztalatuk nagyon széles körű volt. Mivel Kínával hadakoztak 200-300 évet, rendelkeztek a szükséges stratégiákkal. Szóval, amikor Európába érkeztek, az európaiak nem tudták megfékezni őket. Nem véletlenül érezték úgy, hogy a hunok durvák és veszélyesek, nem lehet legyűrni őket. Innen ez a felfogás velük kapcsolatban. Most nem te, Robi, hanem zászló, zászló és zászló tőled. Igen, itt a bejátszásban tényleg láthattuk azt, hogy a honfoglaló, illetve hát kalandozó őseink jelenlétére, illetve hát a hunokra, magyarokra a nyugat hogyan reagált, hogyan látott bennünket az akkori nyugat. Ugye mindenkiben él ez a bizonyos Assagitis Hungarorum, a magyarok nyilaitól ments meg, uram, ismerik ezt a szállóigét, vagy ismerik ezt, hogy a korban így imádkoztak. Hát tény és való, hogy a magyarság életvitele, gondolkodásmódja, harcmodor, a stratégiája ebben az időben ugye a feudális középkor Európájának, nyugatjának egy hatalmas nagy újdonság volt, egy hatalmas kihívás, amivel nem igazán tudott mit kezdeni. De fizikailag sem, mert nem tudott senki így hátrafordulva. Fizikailag sem, nyilazni. Mert a könnyűlovas harcmodort, a belső ázsiai sztyeppei harcmodort, már eleve például, amikor az avarok bejöttek, és a kengyelt, mint olyat, feltalálták, és ugye a lovas meg tudott fordulni állva maradva, nem is kellett visszaülnie. Egyszerűen a római katonák tehetetlenek voltak vele szemben. Ha meg lehet nézni, egyébként szinte minden stratégiai újítást a sztyeppei népek hoznak be Európába, bizony. Tehát akár a reflexíjat, a könnyűlovas harcmodort, a kengyelt, de benne értve az étkeket is, és a nyereg alatt újított húst. Az étkeket is, ez így van. Hozzá csak egy fél perces, a szkétafárok koráról, hogy amikor oda eljutottak oda a huxoszok, az ugyanezt a harcmodort alkalmazták, és ugyanezért nem tudtak, rendben semmit tenni az elején. Így utána van. Már felkészültek rá, de az erén ugyanez a harcmodor pontosan. Volt, amire alkalmatlan volt az ő seregük arra, és azért tudtak egy kb. 3 évszázados igen. időszakra hatalmazni. Az Augsburg és Merseburg egy másik teljesen téma. Jól mondott, mert tényleg lehet látni, hogy addig az egyiptomi hadseregben nem volt harci kocsi, a lovat nem nagyon használták, alig volt ló, gyalogosok voltak az egyiptomiak, igen. flotta volt meg gyalogság, de a hükszoszok, tehát ezek a sztyeppei irániak, behozzák ezt a harci kocsizó, a korabeli harci kocsis, és a harci kocsin ugye íjászok álltak. Tehát megint behozzák ezt a harcmodort. Úgy látszik, hogy ezt a harcmodort az őseink sokszor visszahozzák mit Európába. Mit szoktak írni régen a filmeknek a végére? The end. Igen, the itt a vége. Úgy, akkor akkor itt a vége. End, és akkor még csak egy valami jutott eszembe ezzel kapcsolatban, ha még ez belefér. Ez az egy, hogy bármennyire is úgy tűnhet, hogy a nyugat nem szereti az őseinket, hogy vadak, hogy félelmetesek, ugyanakkor azért ott a Szent Galleni kaland, ahol a magyarok nem bántották igen. a szerzeteseket, míg a vikingek, egyéb korabeli harcos népek, arab kalandozók, stb. Általában legyilkolták a keresztény szerzeteseket, minden. És külön megjegyzik, hogy a magyarok soha nem bántották a nőket, igen, a gyermekeket, igen. és a szerzeteseket, és a hadifoglyokat sem. És film is készült, Szent Galleni.
Pénteken esténként 9-kor premieradás, a többit Robi. A hatos csatornán, a következő héten még 4 alkalommal különböző időpontban megnézhetik a műsorunkat. A főadást, a pénteki adást követően másnapon fölkerül a Hihetetlen magazin, illetve a Hihetetlen TV Facebook oldalára a műsor. Ugyanúgy külön beágyazott videóként a Facebookra és ugyanúgy a Dailymotionre, és hogy minél több helyen tudják megnézni. Ezeken az oldalakon a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalán a műsorhoz kapcsolódó videók, fotók, képek találhatók, és itt mondhatják el véleményüket a műsorral, illetve ezekkel a anyagokkal kapcsolatban. És higgyék el, az igazság nem csak oda át van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és minden kedves nézőnek megtisztelő figyelmét. Egy hét múlva, tehát a szokott időben ismét, addig is minden jót, a viszontlátásra, viszonthallásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Embernek maradni egy szörnyű világban, a holnap markában. Nem csak bemutatjuk a ránk váró szörnyűségeket, hanem konkrét gyakorlati tanácsokat adunk azok kivédésére vagy enyhítésére. Függetlenül minden hatalomtól az aranyborjú megszelídítése, egyházak, ezotéria, hittérítők, karanténba az emberiséggel, páneurópai vízió, az elit rémálma, földanya gyógyítása, gazdasági válságok, elzárva a világtól, megváltás a világűrből, a mesterséges intelligencia térnyerése, a felesleges ember, a felemelkedés eszköze, a vallások lényege. Szerencsére van még immunrendszerünk, mesterséges betegségek elterjesztése. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.